Szombaton reggel tartóztatták le azt a 60 éves férfit, akit több mint fél tucat kerékpár ellopásával gyanúsítanak. D. István még májusban a hajnali órákban az egyik kecskeméti áruház kerékpártárolójából tulajdonított el egy biciklit. A kétkerekű zárját levágta, így tudta a járművet magával vinni. Néhány hónappal később kétszer is visszatért a helyszínre, és mindkét esetben egy-egy újabb kerékpárral távozott. A nyomozók kutattak a férfi lakhelyén, és az ott talált kerékpárok, alkatrészek és eszközök alapján arra következtettek, hogy a gyanúsított másik lopást is elkövetett. A beszerzett adatok szerint októberben egy másik tárolót is kifosztott. Onnan három lezárt és egy lezáratlan biciklit lopott el. A lopások rendszerességéből és az eltulajdonított tárgyak számából arra lehet következtetni, hogy a férfi rendszeres anyagi haszonszerzés miatt követte el a bűncselekményeket, így a rendőrök a több rendbeli lopást üzletszerűnek minősítették. A kecskeméti nyomozók előterjesztést tettek a gyanúsított letartóztatásának indítványozására.